Nagyon hálás vagyok a rendkívüli lehetőségért, hogy itt van velünk a Nobel-díjas Brian Schmidt professzor a mai Parallaxisban. Nagyon köszönjük, Brian, és nekem ez személyesen is hatalmas megtiszteltetés, mert máig nagyon élénken emlékszem arra, amikor középiskolás voltam, 1998-ban, amikor először olvastam az izgalmas eredményeiről, és mivel gimis voltam, és érdekelt a fizika, azért addigra már elolvastam egy-két könyvet, például a néhai Steven Weinbergtől az első három perc címűt, ami nagyon fontos könyv volt nekem, és elég részletesen lehetett abban arról is olvasni, hogy milyen lehetséges jövő vár a világegyetemre. Na és ahogy akkoriban álltak a dolgok, úgy tűnt, hogy lényeg egyébként kétféleképpen érhet véget az univerzum története. Vagy egy lassuló ütemben, de örökké táguló módon fejlődik, vagy ez visszafordul ez a tágulás, és egy olyan eseményhez vezet, amit ön tréfásan Gneb-Gibnek nevezett, ami a Big Bang visszafelé, ami jól mutatja, hogy miről is van itt szó. Na és ekkor számomra a könyvekben olvasottak után teljesen meglepő módon az ön és kutatócsoportja eredményei hát azt mutatták, hogy nem csak, hogy nem ér véget a tágulás, hanem ráadásul gyorsulni fog a jövőben, és most is gyorsul, ami nekem, mint teljesen kívülállónak, akkor olyasminek tűnt, amire senki sem számított, hogy ez fog kijönni ebből a projektből. De kiderült, hogy így van, és végül ez vezetett a 2011-es Nobel-díjához is. Tehát az első kérdésem azzal kapcsolatos, hogy hogyan és miért kezdték el ezt az egész nagyvörös eltolódású szupernova projektet, és miután rájöttek, hogy mi az eredmény, hogyan tudták először is saját magukat meggyőzni arról, hogy tényleg ez az eredmény, hiszen ugye rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek, és ezután hogyan tudták meggyőzni a tudományos közvéleményt, hogy az elfogadja ezt a fősodortól teljesen eltérő felfedezést? Nagyszerű, szóval az oka, miért úgy döntöttünk, hogy belevágunk a kísérletbe, az valójában egyszerűen csak az én saját tudományos érdeklődésem volt, hiszen én, amikor a PhD-met csináltam a Harvardon 1989 és 93 között, azzal foglalkoztam, hogy a Hubble állandót mértem, ami annak a mérőszáma, hogy jelenleg milyen ütemben tágul az univerzum, és ez végső soron az égi objektumok távolságának és vörös eltolódásának mérését jelenti. A távolságot szerintem mindenki érti, hogy mi. A mi esetünkben ez úgy mérhető, hogy megnézzük, mennyire tűnnek fényesnek a dolgok, aztán néhány ismert korrekció alapján ezt megpróbáljuk átszámolni méterre. Na és aztán kell még mérni vörös eltolódást, vagyis hogy milyen ütemben nyúlik a tér. Tudod, erre eredetileg Doppler eltolódásként volt szokás gondolni, de én úgy vélem, ez inkább a tér keletkezése, vagy a tér nyúlása, amin közben keresztül halad a fény. A tér egyre nyújtottabbá válik, és ekkor a fény hullámhoz is megnyúlik. Vagyis megnő a hullámhoz, vörösebbé válik a fény. Tehát ezzel foglalkoztam én 3-4 évig, amikor doktoriztam, és kaptam erre egy eredményt. Utána folytattam, posztdokként a Harvardon, vagyis a Smithsoniannál közös asztrofizikai intézetben a kutatást, és azon törtem a fejem, hogy mi legyen a következő lépés. Akkoriban egy csomó minden történt, például megjelentek új technológiák, nagy digitális kamerák, a 10 méteres Keck távcső, illetve annak megértése, hogy hogyan lehet nagyon fényes felrobbanott csillagokat, vagyis szupernovákat, amelynek adatai a chilei kollégáinktól jöttek, arra használni, hogy nagyon pontosan távolságokat mérjünk velük. Így aztán 1994-ben lényegében elfordultam az akkori kutatásaimtól, és belevágtam, hogy létrehozzunk a Chilében dolgozó Nick Sunset fel egy csoportot, amivel megmérjük a Hubble állandót a közelebbi régiókban, és aztán a korábbiaknál pontosabban megmérjük a Hubble állandó múltbéli értékeit azzal, hogy nagyon-nagyon távoli objektumok fényét vizsgáljuk, ami 5 milliárd éve indult útnak. Hogy miért érdekelt ez minket? Ebből kiderülhet, hogy mi lesz az univerzum jövője, mi volt a múltjában, mennyi anyag van benne. Hiszen az általános relativitás elméletből tudjuk, hogy az, hogy a világegyetemnek mennyi az ösztömege vagy a sűrűsége, az összefügg azzal, hogy milyen a tágulási pálya, amit leír, hogy milyen mértékben lassul. És így ebből azt is ki lehet következtetni, hogy mi lesz a jövőben.
Na és persze a tér geometriája is szorosan összefügg mindezzel, hiszen a tér görbületét a gravitáció határozza meg. Szóval a tér alakjáról, a világjövőjéről és a benne lévő anyag sűrűségéről is sokat tanulhatunk így. Azért ez elég jó így, nem? Szóval én ezért jöttem Ausztráliába, és tudod, ekkor elfogadtam egy 3 éves posztdoktori pozíciót, melynek során ezzel a csapattal dolgozhattam a világ minden tájáról, és 3 év kemény munka után 97 végére kaptunk is egy eredményt. Adam Rees és én tulajdonképpen innentől azon dolgoztunk, hogy megértsük, ami kijött, vagyis hogy miért tűnik úgy az adatokból, mintha az univerzum gyorsulva tágulna. Ennek ugyanis semmi értelme nem volt, de persze sok szó esett korábbi kutatások mindenféle mérési hibáiról, amelyek nyomán egyes kutatók már állítottak olyat, hogy gyorsul a tágulás, de ezeket senki nem vette komolyan. Az a vicc járta, hogy a gyorsuló univerzum az a hiba, amit mindenki elkövet, és tényleg sokszor jött ki másoknak hibásan ilyesmi, ami eléggé ijesztő volt nekünk. Vagyis minden apró részletet újra és újra átnéztünk, megbecsülve a bizonytalanságokat és ilyesmiket. És végül aztán néhány hónap után Adam és én arra jutottunk, hogy a jelenség tényleg ott van, vagyis eljött az ideje, hogy az első előzetes eredményeinket a csapat elé tárjuk, és megkérjük őket, hogy ők is nézzék át az adatokat. Tehát fontos rész az volt, hogy meggyőzzük önmagunkat arról, hogy figyelembe vettük az ismert hatásokat, meg azokat is, amelyekről tudjuk, hogy nem ismerjük pontosan, és hogy nem mutatkoztak teljesen ismeretlenek a jelenségekben, amelyek miatt ma jól lemészárolhat minket a szakmai közösség. Hiszen természetesen a szakma ilyen hibákra vadászott. És habár teljesen jogosan a közösség valóban szkeptikus volt kezdetben, de aztán kiderült, hogy ez a felfedezés egy csomó ellentmondást feloldott, amit korábban nem sikerült. Például nem illett össze a Hubble állandó és az univerzum megfigyelt kora, na és ott volt a tömeg problémája, vagyis az, hogy a mérések szerint az észlelhető anyagmennyiség a világegyetemben nagyjából olyan 20%-a volt annak, ami az inflációs kozmológia elméletből kijött, amelynek Steven Weinberg elég nagy támogatója volt. Na és a felfedezésünk végül is rámutatott, hogy ezek a problémák összetartoznak, vagyis a gyorsuló tágulás ezeket megmagyarázza, és ennek örültek az emberek. Tudták, hogy egyszerre két független csapat is dolgozik ezen, ami azt jelentette, hogy ez tényleg olyasmi, amivel érdemes elmélyülten foglalkozni, és hogy ezt mások is tesztelhették különböző megfigyelési módszerekkel az azt követő években, szóval így aztán végül is tényleg elfogadottá vált. Rendben. Szóval említette, hogy a gyorsuló tágulás mindenki hibája volt korábban, és én is olvastam olyan sokkal korábbi tanulmányokat, amelyek igyekeztek ilyen nagy vörös eltolódású objektumokkal megmérni a Hubble állandót. Persze ez még az említett szupernovás ötlet előtt történt, így ezek galaxis halmazok vagy ilyesmik mérésén alapultak. Mostani tudásunk birtokában visszatekintve ezekre a régebbi mérési eredményekre, ezek most is hibásnak tűnnek, vagy egyszerűen csak nem voltak elég meggyőzőek? Hát én őszintén úgy gondolom, hogy ezek valószínűleg tényleg hibásak voltak. Rendben. Ez szerintem fontos volt tisztázni, igen. Szóval, amikor olyan objektumokat használtak standard gyertyagyanánt, amelyek az idővel drámai mértékben változnak, mint a galaxisok, akkor kiderül, hogy még ma is nagyon-nagyon nehéz lenne velük ezt mérni, még ma se tudná senki kimérni a gyorsuló tágulást azokkal a módszerekkel. Másképp fogalmazva, senki sem próbálta meg, hogy a mi eredményeinket összevessék azokkal a korábbi tévedésekkel, mert úgy ítélték meg, hogy azok kellőképpen hibásak ahhoz, hogy ne is legyen érdemes ilyesmit megpróbálni. Rendben. Na, kérem, mondja el a hallgatóinknak, hogy ez a szupernovás mérési módszer, ez miért annyival pontosabb, és hogy tulajdonképpen hogyan produkálhatott ebben a felmérésben ilyen elfogadható, sőt jó eredményeket. Tehát először is fontos, hogy ezek nagyon fényes pontforrások. Ez azt jelenti, hogy valójában semmi struktúrát nem látsz belőlük, annyira messze vannak, vagyis végtelenül kicsinek tekinthetők, és éppen miatt sokkal könnyebben mérhetőek. A másik dolog, hogy ez egyetlen csillag, míg egy galaxis, az rengeteg csillagból áll, melyek élik az életüket, és aztán meghalnak.
És ezzel egy galaxis maga is öregszik, és folyamatosan változik, akár csak maga az univerzum. De egy ilyen robbanás mindig egyetlen csillagot jelent, és azt hiszük, első közelítésben elég jól értjük, hogy hogyan történnek ezek. Akkor jönnek létre, amikor egy fehér törpe csillag, vagyis egy olyan maradvány csillag, ami ennél a nap is válik majd, átlép egy kritikus tömeget, ami nagyjából 1,4 nap tömeg. És jó okunk van azt hinni, hogy ezen robbanások fényességének az időbeli lefutása, melyet végül is a magfizika törvényei határoznak meg, így annak jellege nem igen változik az idők során, legfeljebb nagyon kicsi mértékben, de nagyon biztosan nem. És az a gyönyörű, hogy az univerzum hozzánk közeli részében van mindenféle galaxis. Öreg, fiatal, olyan, ami tele van mindenféle különböző vegyületekkel a hidrogénen és a héliumon kívül, és olyan is, amiben alig vannak más elemek. És a közeli galaxisokban tesztelhettük mindezeket a különbözőféle környezeteket, és azt találtuk, hogy a szupernova robbanások jellege mindentől nem függ. És még egy nagyon fontos dolog, ezek egyszerűen sokkal jobb távolságmérési módot biztosítanak, mint amiket bárki bármikor használt. Vagyis ezek jó 3-4 pontosabbak. Az a helyzet, hogyha egy távolságmérési módszert akarsz használni a csillagászatban, akkor a hibád, a mérési pontatlanságod négyzetével fog növekedni. Vagyis, ha 4 pontosabb a módszer, akkor ez azt jelenti, hogy a mérési hibáid 16-szor kisebbek, ami tehát szintén egy nagyon fontos szempont. Rendben. Szóval akkor, ha, tehát kijelenthetjük, hogy tény, hogy az univerzum gyorsuló ütemben tágul, mit tudunk mondani mindennek az okáról? Van-e már valamiféle tudományos konszenzus arról, hogy mi okozza ezt a gyorsulást? Ez a sötét energia nevű dolog. Tehát említette, hogy a felfedezés egy csomó kérdést megoldott, de hát ahogy ez történni szokott, még többet fel is vetett. Így például azóta nem tudjuk, csak elméleteink vannak legfeljebb arról, hogy miből áll az univerzum nagy része. De persze én mostanában nem követem ezt közelről, szóval van már esetleg erről valamiféle tudományos konszenzus? Nos, tudjuk, hogy ez a valami, amit sötét energiának hívunk, ez egy általános kifejezés arra, amit Albert Einstein vezetett be 1917-ben. Ami tulajdonképpen egy olyan tag az egyenletében, amire mi a mai modern szóhasználatunkkal élve úgy tekinthetünk, mint a vákuum energia sűrűségére. Vagyis ez az az energia, amely az üres térhez rendelhető. Tehát ennek van valamiféle sűrűsége, és amint a tér tágul, ez a sűrűség mindig ott van. Benne van a te atomjaidban, az én atomjaiban, az ősrobbanásban született atomokban, és a tér minden egyes darabjában a kezdettől fogva. Kiderült, hogy Einsteinnek ez a nagyon egyszerű elgondolása nagyon konkrét jóslatokra vezetett, amelyek pontosan egybevágtak azzal, amit találtunk. Az azóta végzett számtalan független mérés is alátámasztja, hogy tényleg így írható le a világ, és ehhez az kell, hogy ebből a dologból álljon az univerzum 70%-a. Na de hogy mi is ez a dolog? És miért van ott, ezt nem tudjuk. Úgy tűnik, ilyen a világ. A kérdés az, hogy ez csupán egy saját alapvető tulajdonsága az univerzumnak, vagy valamiféle egyelőre ismeretlen kvantummechanikai, részecske fizikai jelenségnek a megjelenése. Amit eddig tudunk, az teljesen konzisztens azzal a képpel, hogy az univerzum egyszerűen ezzel a tulajdonsággal született, és mindig ilyen is marad. És az az igazság, hogy még nincsen olyan elméletünk, ami összekapcsolná a gravitációt a kvantummechanikával. A legjobb elmélet, amink van erre, az a Hoore elmélet. És ez az egyik olyan dolog, amit a gyorsuló tágulás, illetve a sötét energia jelenléte megoldott, az az volt, hogy lehetővé tette, hogy a téridő lapos lehessen, vagyis nem görbült. És ezzel lehetővé vált, hogy a más mérési tapasztalatokkal konzisztens, helyes értéket kapjunk az univerzum korára.
Ráadásul ez a nagyon korai világegyetem exponenciális ütemű tágulását feltételező inflációs kozmológiával is összhangban van. E korai felfúvódás szintén valamiféle sötét energia idézte elő, ami aztán eltűnt a legelső másodperc apró töredéke alatt. Az egyik dolog, amit viszont elrontott a felfedezés, az a húrelmélet volt. Ugyanis a húrelmélet nem szereti a pozitív kozmológiai állandót, vagyis a gyorsuló tágulást. És ez még mindig egy fennálló probléma a húrelmélettel, ha csak nem vezet be az ember egy egész seregnyi ilyen 10^500 nagyságrendű különböző univerzumot, majd ezután az úgynevezett antropikus elve hivatkozva magyarázzuk meg, hogy a sok közül az egyetlen olyan univerzum, amelyben létezhetünk, az éppen az, amelyikben előállt ez az amúgy nagyon valószínűtlen helyzet, hogy ekkora és pozitív a kozmológiai állandó. És akkor ennyi lenne a probléma megoldása. Nem mondanám, hogy ez valami brilliáns megoldás, de ha igaz, akkor ezzel kell együtt élnünk. De ez sajnos már eléggé metafizikai jellegű. Igen, épp ezt akartam megkérdezni, hogy vajon lehetséges volna egyáltalán egy ilyen állítást mondjuk cáfolni. Én azt gondolom, hogy egy elmélet akkor tekinthető tudományos elméletnek, hogyha lehetséges rá ellenőrizhető ellenpéldát találni, és ezzel cáfolni az állításait. De az ilyen jellegű kijelentések nagyon is úgy hangzanak nekem, mintha metafizikai jellegűek lennének. Itt szerintem nem lehetséges ez a falszifikálás. Szóval ilyen szigorú értelemben fizikai elméletek ezek egyáltalán, vagy csak ilyen szellemi konstrukciók? Most azt hiszem, igazad van abban, hogy mindaddig, amíg nem tudjuk értelmesen tesztelni az elméletet, legalább közvetett módon, illetve ellenőrizhető jóslatokat kihozni belőle, addig ez egy valós probléma, és egyet kell értenem azzal, hogy eddig nem igazán álltunk elő semmi olyasmivel, ami elegendő lenne ahhoz, hogy teszteljük. De dolgoznak rajta, és én nem adnám fel a reményt. Nem adnám fel a reményt, hogy egyszer tesztelhetővé válik ez az elmélet is, de igazad van, jelenleg ezt nem tudjuk megtenni. Vagyis ez az egyik ötlet, több más mellett, és én úgy gondolom, hogy ez mindaddig egy ellenőrizhetetlen elmélet marad, amíg nem leszünk képesek belőle olyan jóslatot, előrejelzést kihozni, akár a sötét energiával, a gyorsulással, vagy valami mással kapcsolatban, ami tesztelhető. És teljesen igazad van. Amíg nem tudjuk ténylegesen tesztelni, addig ez inkább marad egy ötlet, mint sem az univerzum fizikai leírása. Igen. Akkor szerencsére marad még bőven tennivaló a jövő fizikus generációi számára. És ha már erről beszélünk, ön amellett, hogy az Ausztrál Nemzeti Egyetem kancellár helyettese, ha jól tudom, még mindig vezeti a SkyMapper, vagyis égtérképező távcső projektet. Nos, annak a vezetését már nem vállaltam tovább, de egy kicsit még mindig részt veszek benne. Ám úgy döntöttem, hogy az egyetem irányítása mellett valaki másra kell lesz bíznom. Szóval a projekt zajlik, de ez volt az utolsó projektem, mielőtt kancellár helyettes lettem. Na igen, hát ez persze teljesen érthető, de mégis el tudnám mondani a hallgatóinknak, hogy ennek a kutatási projektnek, vagyis a SkyMapper távcsöves térképezésnek mi is a célja, hiszen hát azért, ha jól tudom, mégiscsak legalább 2014 óta ön volt a projekt élén, vagyis jó sok ideig. Igen, azért kezdtük a SkyMapper, mert ha belegondolsz, a Sloan Digitális Égtérképezés projekt nagyon részletesen feltérképezte az északi égboltot. De nem létezett ennek megfelelő dolog a déli féltekére. Így aztán elindítottam egy projektet, hogy térképezzük fel a déli égboltot. Még 2002-ben kaptam arra lehetőséget, hogy fejfejleszünk egy távcsövet, konkrétan a Nagy Magellán, vagyis a Nagy Melbourne-i teleszkópot, ami a gravitációs mikrolencse kutatások miatt vált híressé. Ez a Mount Stromlo-n van, és csináltunk vele néhány gamma felvillanásos vizsgálatot is. Szóval a projekt lényegében 2003. január 1-én indult, de aztán jött egy bozott tűz január 18-án, ami tönkretette a távcsövet. Tehát 9 évvel később lett egy működő távcsövünk, a SkyMapper, hogy folytassuk a projektet. Az ötlet az volt, hogy legyen egy digitális térkép a déli égboltról, de a kollégáimmal azt is kitaláltuk, hogy konkrétan milyen színszűrőket használjunk, amelyek lehetőséget adnak a csillagok színének olyan színképsávokra bontására, melyekkel jól tanulmányozhattuk a csillagok kémiáját.
Vagyis az univerzum a születésekor hidrogénből, héliumból és egy icipici mennyiségű lítiumból állt, ezért a korai csillagoknak lényegében nagyon-nagyon egyszerű a színképük, hiszen csak ennek a két elemnek a színképe látszik benne. De ahogy egyre több elem jelenik meg a csillagokban, azok kivágnak részeket a színképből, és ez a színszűrős képeken megmutatkozik. Így aztán ezzel a projekttel beazonosíthattuk a tejútrendszer legelső csillagait, mert ezek azok, amelyeket nem annyira szeletelt fel a kémia. És valóban, megleltük a fémekben legszegényebb csillagokat a galaxisban, melyek tulajdonképpen a legtisztábbak. Nem ezek a legelső csillagok, hiszen tudtuk bennük észlelni az első szupernovák szétszórt anyagát, épp ezért arra használtuk őket, hogy ilyen közvetett módon megismerjük a tejútrendszer első csillaggenerációját. Ez egy nagyon jó pufa eredmény volt, eléggé menő, és még kapcsolódik is a szupernovás munkámhoz. Mert ezek valóban felrobbanó korábbi csillagok által lettek kémiailag dúsítva mindenféle anyaggal, és ahogy egy atombomba működését és összetételét is beazonosíthatjuk a radioaktív csapadék alapján, itt is új lenyomatokat vehetünk az ősi szupernovákból, mint a radioaktív kihullásból, mely ezeket a csillagokat érte. Ezt szisztematikusan csináltuk, sőt még arra is képesek voltunk, hogy a világegyetem legtávolabbi fekete lyukait keressük. És még sok-sok egyéb adatot szolgáltassunk mindenféle kutatók rengetegféle projektjéhez, vagy nagytávcsőes, részletesebb kutatásaik előkészítéséhez. Ez fantasztikus. Végül engedje meg egy utolsó kérdést ezúttal valami teljesen másról, a borászkodásról. Jól ismert, hogy ön egy sikeres és elismert borász Ausztráliában. És ha jól emlékszem a híradásokból, ön még a svéd királyt is megajándékozta egy üveggel a saját borából, miután megkapta a Nobel-díjat. Hogyan? Még előtte, még a díjátadó előtt adtam neki. Tényleg? Wow. Yeah. Igen. Amikor kezet ráztunk a színpadon, azt mondta nekem a király, hogy köszönöm a bort, nagyon finom volt, nagyon ízlett, vagyis addigra már meg is itta. És már az előtt odaadta neki, hogy bejelentették volna a díjat? Na nem, ez ugye összeférhetetlenség lett volna. Ezért kérdeztem. De ez nem így megy persze, hogy fogod magad és odaadod a királynak. Szóval ezt hoztam magammal Ausztráliából, és már Svédországban voltunk jó egy héttel az átadó előtt, és akkor diplomáciai csatornákon keresztül, mert hogy mindigig velem volt egy diplomata, elintézték, hogy a király valóban megkapja, és aztán néhány nappal később vacsorához fel is bontotta. Én azt gondoltam, hogy elteszi majd későbbre, de hát nem így történt, és hát ez egy jó bor volt, szóval hamar megittam. Őrület. De az a kérdés, hogy hogyan vált ön a borászkodás megszállottjává? Montanából származik, ami hát ennyien szólva nem éppen a bortermeléséről nevezetes vidék. Szóval hogyan kezdődött önnek ez az egész? Igen, Montanában nőttem fel, aztán pedig Alaszába költöztem. Ó, ez még rosszabb. Még rosszabb a szőlőnek. Valójában az első randevúmmal kezdődött a feleségemmel. Mindketten a Harvardra jártunk, ő közgazdaságtan tanult, én csillagászatot. És hát elég fiatal voltam, talán 22 vagy 23 éves, ő pedig Ausztráliából származik. És ülünk akkor egy étteremben, és átnyújtja nekem a borlapot, hogy mondjam meg, mit ígyunk. Én meg csak néztem a borlapot, teljesen megrökönyödve, mert hogy én még életemben nem rendeltem korábban bort étteremben. Ő rám nézett, és azt mondta, oké, ha egy ausztrállal randizol, akkor meg kell tanulnod ezt-azt a vörösborokról. Így aztán elkezdtem a vörösborokról tanulni. Amihez jól jött, hogy a Harvard asztrofizikai központjában volt jó sok borkóstoló. Köszönhetően Dave Lettemnek a csillagászati tanszékről, aki a bolygó csillagászat egyik ismert alakja. Szóval ő szervezte ezeket, és ott volt jó néhány magyar csillagász haverod is, akik szintén rendszeresen részt vettek ezeket. És néha jóféle magyar borokat is lehetett ott kóstolni. Szóval elkezdtünk így tanulni ezekről együtt a borkóstolókon. Minden pénteken délután, a nehéz hét lezárásaként, és így kezdett el érdekelni. Aztán, amikor Canberrába költöztem, majd 4-5 év után kiköltöztünk vidékre. Az pedig tökéletes helynek tűnt egy szőlőre.
kidőlő telepítéshez, és akkoriban Canberra környéke egy felívelő, divatos borrégióvá kezdett válni. És azt mondtam, miért ne? Megkóstoltam sok helyi bort, voltak köztük kitűnőek is, vagyis úgy gondoltam, egyszer élünk, miért ne termeljünk bort? Hát ez egy nagy dolog, kicsit őrült dolog, de nagyon örülök, hogy belevágtam. Ez csodálatos. Nagyon köszönöm, hogy megosztotta velünk ezt a történetet, és hát az egész beszélgetést is nagyon izgalmas volt. Nagyon köszönjük az idejét, tényleg egy óriási élmény volt, hogy itt volt velünk ma este. Köszönöm. Örömmel tettem. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis